színes programok voltak Berekfürdőben. Szent Annai Sámuelre emlékeztek. A városházán is kötelező a maszk használat. Lesz elegendő hal karácsonykor. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. november 4-én 18 óra 5 perckor. Molnár Jánossal, Berekfürdő polgármesterével a nemrégiben megtartásra került programokról, valamint az elkövetkezendő hónapok eseményeiről beszélgettünk. Üdvözlöm Molnár János Berekfürdő polgármesterét. Milyen főbb programok voltak az elmúlt időszakban? Szeptember elején volt egy komoly ünnepségünk. A falunap az nekünk mindig egy elég jelentős a település életében. Ezen a napon tartottuk a kunkapitány beiktatást. Most ebben az évben Berekfürdő adta a kunkapitányt, jelölte a kunkapitányt, ez a második kunkapitányunk, Györfi Lajos szobrászművész személyében, aki nem igen kell bemutatni őt, hiszen karcagi, egy nagyon komoly művészcsaládnak az egyik tagja, hiszen a bátyja ugyancsak szobrász, egyik húga is szintén képzőművész. Ő lett a kunkapitányunk, akinek nagyon örülünk. A következő nagyobb jellegű rendezvényünk az most volt az elmúlt hétvégén, a Tök Fesztivál. Ennek elsősorban a gasztronómia volt az a része, amire a hangsúlyt fektettük, hogy tökből milyen ételeket lehet készíteni, illetve hát hozzá kiegészítő más ételeket is, de a tökre volt a fő hangsúly helyezve. Sokan voltak, nagyon szép időnk volt, körülbelül ilyesmi, mint most. És jó sikerült. Az elkövetkezendő időszakban a legutolsó és szezonnyújtásnak szánt elég régóta évenként megismétlődő programunk, az pedig a Tepertő és Pörcs Fesztivál. Ez lesz. Erre is várunk szeretettel mindenkit, reméljük az időjárásunk jó. Jó szokott sikerülni ez is. Akkor már hidegebb van, tehát előtte kis pálinkával, utána kis forralt borral, de nagyon jó tepertős és egyéb disznóból készült ételek is szoktak lenni. És ezután ez lesz november 20-án, tehát advent előtti hétvégén, és a november utolsó hétvégé az már advent, az is egy rendszeresen régóta megtartott esemény nálunk, hogy adventi gyertyagyújtás az első advent estéjén, ez is közösen szokott lenni a fürdő előtti területen. Ezekre is nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt, helyeken kívül nyilván a környékbelieket, de az itt üdülőket is. Az iskola fennállásának 122. évében koszorúzással emlékeztek meg a névadóról, Szent Annai Sámuelről, a róla elnevezett Szent Annai Sámuel református középiskolában. A jeles tudós életét Kovács Bocskai Anna az iskola tanára idézte fel. Erdélyben a Hargita megyei Székely Szent Miklóson született, nagymúltú székely unitárius család 7. gyermekeként 1876. augusztus 11-én. Testvérei közül neki adódott meg egyedül a lehetőség, hogy tovább tanuljon. A kolozsmonostori gazdasági tanintézetben 1896-ban szerzett oklevelet. Gyakornoki éveit a Nagyszentmiklósi, valamint a Csákvári Földműves iskolában töltötte. Több helyen tanított, Csákon, Losoncon, Székelyudvarhelyen, Kiskunfélegyházán, vagyis ezáltal bejárta a felvidéket, délvidéket, Erdélyt. Földművelési tapasztalatainak, valamint vaskos tudástárának köszönhetően 1912-ben a Karcagi Királyi Földműves Iskola igazgatójának nevezték ki, és ebben a tisztségben maradt egészen 1933-as nyugdíjazásáig. 1913-tól a város vezetőtestületének tagja lett. Kiváló szervező, tárgyaló, minden munkájában célra törő egyéniség.
idekerülésekor nehéz éveknek nézett elében, hiszen Karcagon bizalmatlanok voltak hozzá, úgy a városvezetés, mint a közbirtokosság. Nem látták és nem értették az iskola jelentőségét. Fölösleges gazdasági tehernek gondolták. A tangazdaság földjei elszikesedtek, ami miatt a gazdálkodás veszteségessé vált. Az iskola tanulói létszáma egyre inkább csappant, és a képzési időt az eredeti 2 év helyett 6 hónapra csökkentették. Ezért igazgatói munkássága legfontosabb feladatának tekintette mindenek előtt az intézmény megmentését, amihez első ízben meg kellett nyernie a városvezetés bizalmát és támogatását, majd ezen jó kapcsolatok segítségével jutott el a minisztériumba, ahol tárgyalásai sikerrel végződtek. Így az iskola 1913-tól eredeti rendszerében tudott tovább működni. Visszaállt a 2 éves képzési forma. Az oktatási feladatok és a tangazdasági munkák tekintetében sokoldalú fejlesztést, átalakítást indított, és éveken át irányította úgy az iskolát, az intézményt, hogy országosan elismerté vált. A karcagi földműves iskola az ország ilyen típusú iskolái között az elsőnek, a példának számított. A kor tekintélyes tudósai, mint Zsigmond Elek, Balenegger Róbert, Krejbig Lajos és Arany Sándor munkatársuknak tekintették. Szikjavító kísérleteit 1920-ban kezdte. Ő alkalmazott Magyarországon először nagyüzemi altalajjavítást. A tangazdaság földjén a búza átlagtermését meg 2-szerezte. Sikerrel telepített gyümölcsöst és csemege szőlőt is a javított sziken. Meggyőző eredményeire a földművelési tárca felfigyelt, elfogadta, terjesztésre javasolta, és alkalmazásához pedig állami támogatást biztosított. A nagykunság fátlan, kopár tája is csak arra serkentette, hogy erdészeti kísérletekbe kezdjen. Csemete iskolát létesített, hogy megtalálja eme szikes vidék fásítására legalkalmasabb, legmegfelelőbb fafajtákat. A vízellátás nehézségeit is igyekezett orvosolni, több nagy vízhozamú kutat furatott, amelyek egyaránt szolgáltattak ivásra, illetve öntözésre alkalmas vizet. A tangazdaság központi részén szélkerekeket állítatott fel, melyek a víz szivattyúzásához szükséges energiát szolgáltatták. A nagyobbik szélkerék, amely 1992-ig állt, intézményünk jelképévé vált, iskolánk címerének része lett. 1956. január 22-én hunyt el, nem kis örökséget hagyva számunkra, fogalmazott Kovács Bocskai Anna tanárnő, majd az iskola vezetői és diákjai és a Matek Karcagi Kutatóintézet mellett Szent Annai Sámuel szobránál az önkormányzat nevében Rúzsa Sándor jegyző helyezte el az emlékezés koszorúját. A Szent Annai Napok egy hagyományos rendezvénye az iskolánknak, névadónkra emlékezünk ilyenkor, és arra, hogy az iskolát 122 éve megalapították. Erre az alapításra, illetve a igazgatónk, egykori igazgatónk Szent Annai Sámuel munkásságára emlékezve a többi tanárunk sírját is meg szoktuk koszorúzni a közeli temetőkben. Ez megtörtént a tegnapi napon. Régebben összetudtuk kötni ilyen iskola bemutató napokkal is. Most ezt nem szerettük volna a jelenlegi vírusos helyzetben szervezni. Viszont, hogyha sikerül, akkor a november 19-i nyílt napra mindenkit szeretettel várunk, természetesen a megfelelő óvintézkedések megtartásával. Ez egy olyan rendezvénye az iskolának, amit ma megtettünk, amiben mindazok, akiket ez az alapítás az iskolának a létrejötte részt szoktak venni, tehát a Karcagvárosi Önkormányzat, hiszen az egykori városvezetésnek volt egyik tagja Szent Annai Sámuel is, és az ő támogatásukkal tudott eredményesen működni az intézmény, és hát természetesen a Karcagi Kutatóintézettől is szoktak koszorút elhelyezni a szobránál, hiszen valamikor egy közös intézményként működött a kettő.
A karcagi városháza épületében a szájat és orrot eltakaró maszk használata újra kötelező. Karcagváros polgármesterének 4/2021, 10. hó 27-i számú utasítása maszk használatáról. Karcagvárosi önkormányzat polgármestere a koronavírus világjárvánnyal kapcsolatosan az ismét fokozódó vírus terjedésére tekintettel fenntartói jogkörében eljárva 2021. október 28-i napjától az alábbi intézkedést rendelte el. A karcagi városháza épületében a szájat és orrot eltakaró maszk használata kötelező. Ez az utasítás 2021. október 28-i napján lép hatályba, és visszavonásig érvényes, áll Szepesi Tibor karcagváros polgármesterének közleményében. Az ágazat nehézségei ellenére lesz elegendő magyar hal karácsonykor. Emellett az őszi időszakban minden horgászegyesület ponty rendelését is teljesítik. A Magyarországos Horgász Szövetséggel, a MOHOSZ-szal és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával, a NAK-kal kötött együttműködési megállapodások értelmében közösen dolgoznak azért, hogy Magyarországon egyre több halat termeljenek, és a mintegy 770 ezer horgász igényeit is egyre jobban ki tudják szolgálni. Már nem csak pontyot telepítenek, hanem egyre több ragadozó halat, egyebek mellett süllőt, csukát, keszeg, féléket és olyan kuriózumnak számító halat is, mint a compó. Az múltiben a tógazdasági termelésnek köszönhetően nagyjából 22 ezer tonna halat haláztak le Magyarországon. Mintegy 4%-kal többent, mint 2019-ben, ismertette a MAHAL elnöke. A haltermelők költségei az idén drasztikusan nőttek, a takarmány és a gázolajárak, illetve a munkabérek emelkedése miatt, és a helyzetet az időjárási körülmények csak tovább nehezítették, így nem lesz kiemelkedő évük. Magyarországon a tógazdaságokban termelt halfajok mintegy 80%-a étkezési ponty, amelyből nagyjából 12 ezer tonnát juttatnak évente a piacra. Elmondta, hogy mára a második leginkább kedvelt faj az afrikai harcsa lett, amelyből Európában Magyarország a legnagyobb termelő. Intenzív telepeken az elmúlt évben összesen 5277 tonna halat termeltek, amelynek 97%-a afrikai harcsa, 3%-a pedig tokféle volt. A koronavírust, az aszályt és a megdrágult takarmányokat nem megkerülhető problémaforrásoknak nevezve emlékeztetett. Az ágazat nagyon sok kihívással nézett szembe az elmúlt időszakban, amelyekre mindenképpen megoldást kell találni. Úgy vélte, a teljes állattenyésztő ágazat egyetlen esélye, hogy a felmerülő költségeket valamilyen formában az árakban érvényesítsék. Karcagon és térségünkben lesz elég hal az ünnepek alatt is. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a Kagykunsági Híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat. Viszontlátásra!